Véget ért a meghosszabbított téli vakáció a szerencsi oktatási nevelési intézményekben, és január 9-én folytatódik a 2011-2012-es tanév az iskolákban. A fenntartási költségek csökkentése céljából elrendelt egyhetes fűtési szünet nem hozhatott jelentős megtakarítást a város önkormányzatának a büdzséjében, hiszen az időtartama alatt napközben a levegő hőmérséklete plusz 3 és plusz 6 C fok körül volt, és éjszaka is alig csökkent a hőmérő higanyszála fagypont alá. A szakemberek véleménye szerint a gázszámlában igazi spórolást a kemény mínuszokban elrendelt szabadsághozhat, amire az időjósok szerint február első napjában lehet számítani. A kényszerszünet miatt elmaradt tanórák pótlásáról június 15-ig kell gondoskodniuk az igazgatóknak. Az előbbi hírünket a Szerencsi Tükör 2012. január 8-ai adásában közöltük. Nos, az előrejelzések szerint február 4-én a hideg téli időjárás megérkezett Szerencsre. Napközben gyenge havazás, erős északi szél volt a jellemző. A hőmérséklet nem emelkedett mínusz 11 Celsius fok felé. Vasárnap napközben többnyire erősen felhős volt az ég, kisebb havazással, megérinkülő észak-keleti széllel. A hét első napjaiban havas utak megtisztításán dolgoztak a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. gépei és emberei. Bár voltak útszakaszok, ahol a kisebb teljesítményű gépjárművek nem tudtak megbirkózni a parkolókban és a város mellékútjain a hóval. Február 7-én reggel a Borsod-Aboly-Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság felhívta a lakosság figyelmét, hogy a hóátfúvások miatt a 37-es számú főúton, Geszte és Bekecs között forgalomkorlátozásra kell számítani. A katasztrófavédelem és a rendőrség a forgalmat szakaszosan, felvezetéssel, konvojban engedte át a Fenti útszakaszon. Hómaró és hótoló járta a 37-esnek ennek a szakaszát, így folyamatos volt a közlekedés.